Na gyerekek, szevasztok! Mint láthatjátok, az alanyunk egy dolmár. PS5105-ös típusú láncfűrész, amely félig meddig szét lett borítva, és az az érdekesség benne, hogy nem egy agyon strapált használt darab, mégis az történt, hogy a dugattyú a szarrában kopva benne. Nem tudom, hogy hogyan sikerülhetett. A lényeg az az, hogy majdnem 4 mm-es kopást mértem. Ugye azzal a panasszal jött a gép, hogy erőtlen. Erőtlen, illetve valami, mintha ciripelne, illetve csilingelne be. Van egy érdekes hangja. Szóval a tulaj, hát nagy nehezen sikerült elindítanom, miután már észrevettem én is, így a már hidegen is, amikor próbáltam rángatni, beindítgatni, hogy nagyon gyenge a kompresszió, illetve hallottam is a dugattyút, hogy a hengerbe citerázik, úgyhogy rögtön nem is sokat agyaltam, leszettem a henger, lekaptam róla mindent, ugye, hogy hozzáférjek, és leszettem a hengert. Amúgy a blokkja az teljesen jó, épp. Főtengely, patika állapotú, csapágyak nagyon jók, tehát semmi mozgása, semmi kotyogás vagy lógás, a kuplungja is viszonylag jó. Tehát nem egy ilyen elhasznált, nagyon gyepált darabnak tűnik. Jobban megnézzük, látszik azért a lemezen is, hogy hát itt-ott azért beleért a lánc, lazára volt biztos hagyva, kicsit a láncvédő, ez már le van kanyolva, mondjuk, hogy de hát jó, volt használva biztos. Mégis nincs agyonkopva, nincs agyonverve. Ez volt a gyári gyűrűje, megpróbálom demonstrálni, milyen mértékű kopással bír a gép. Tessék, kérem. Tehát ez testvérek között is körülbelül majd 1 mm. Ez a gyűrű hézag. Szinte feszülésmentesen kiesik a gyűrű belőle, míg nem a dugattyú, az pedig tehát csattog. Na, úgyhogy kap egy szimpla dugattyú cserét, még annyi teendő van, hogy ezt a légszűrőt azért átmosom még jobban, mert nagyon jók ezek a szivacsos szűrők, de igen, hatékonyak, de mostan már féktisztítóval ugyan, de nem az igazi még. Megszoktam a számmal is szívkodni, igen, hogy tudjam, hogy mi. Meg amúgy szét kell pattintani, mert látszik, hogy azért bekerült oda a trutyi. Nem Isten bizony, hogy nem az végezte ki a dugattyút. Hogy honnan kerülhetett be, azt a jó ég tudja. Lehet, hogy nem volt rendesen összepattintva, mert nehezen hinném el, hogy ezen a filcen keresztül be tud menni az a randa trutyi. Tehát simán lehet, hogy érdekes, hogy a henger az meg annyira nem vészes, tehát épp hogy látszanak a csikocskák. Szerintem azt fogom vele csinálni, hogy ezen átmegyek egy kicsit a hónolókővel, aztán szevasz. Még mielőtt megkapja az új dugattyúját, ami nem más, mint egy Golf. Golf Genuine
után gyártott dugattyúba ezt találtam érdemesnek a géphez. Hát építettem már be ilyen dugókat. Hogy úgy mondjam, nem volt vele nagy probléma. Tehát ez így néz ki. A mérete az AB-s. Tehát ez a kicsit vaskosabb. Ennek 45 mm-nek kéne lenni elvileg. Hát ez az AB-s méret, ez majdnem annyi is. A szoknya legalját, ha mérjük. 44,97. Annyit látok én. Itt van hozzá a kompressziógyűrű. Hát ez egy viszonylag nem túl drága cucc. És vállalható. Vállalható simán. Már belepróbáltam a hengerbe. Egyáltalán nem billeg benne, tehát ígéretes. Úgyhogy ez a film az erre fog szólni, hogy gatyába rázzuk a kis 5105-öst, aztán tesztelünk egyet rajta. Nem is pofázok többet, ugye volt már szerintem erről anekdota. De ha valaki nem tudná, ez egy professzionális gép. Az 50 köbcentis osztályban. A mai napig egy egészen jó és strapabírónak lehet mondani, kellő odafigyeléssel, hosszú évekig szolgálhat. Hát ugye bírom ezeket a kommentes dolgokat, hogy akik rögtön mindent leszaroznak, mert azt mondta az X meg a Y, meg ő itt olvasott, meg ott olvasott dolgokat róla. Nem, gyerekek, ne higgyetek, ne dőljetek be semminek, csupán a saját tapasztalataitokra hagyatkozzatok. És ha rám hallgattok, ugye én mindig elmondom, hogy a gépnek lelke van, az megköveteli a gondozást is. Ha te elhanyagolod a láncfűrészetet, az lehet stíl, lehet akármilyen jó márka, ha te baszol rá, nem tisztítod a légszűrőt időközönként, ami előírás mindegyik gépnél, nem figyelsz oda rá, nem takarítgatod, kilazult csavarokat nem veszed észre, csak használod, azzal gyakorlatilag te bánsz el vele, nem pedig a gép tehet róla, hanem a felhasználónak a hibája, ezek a rövid távú meghibásodásoknak a zöme, az mind a felhasználási. Tehát a láncfűrész, oké. Megfogom, azt vágom bele a fát, ugye. Viszont a legtöbb ember, amint végez a munkával, egy kicsit lefújkodja, aztán félre bassza. Nem tudom, hogy van egy vagy két láncfűrész a háztartásban, de nem tudnak rá időt szánni, pár percet. Úgyhogy ennyi. Hát visszatérve még ugye, amit nem mondtam el, az a súlya, teljesítménye. Hát a súlya az 5 kg felett van, tehát azért ez egy robusztus, nem egy pillekönnyű gép. De viszont a teljesítménye az nagyon jó, vagy nagyon nyomatékos. Ez egy zárt felömlős, iker felömlős csatornás gépezet. Ugye egy hengernek van egy úgymond professzionális kialakítása ilyen téren. Egy ablakos dugattyúval ellátva, ami hát elég jó nagy kapacitású öblítést eredményez a motorban. Ennek köszönhetően van is azért teljesítmény is, meg ugye 45-ös fúrattal az 50 köbcenti az már egy olyan dolog, hogy viszonylag nagyon pörgős, tehát általában 50 köbcentis gépek azok 44 vagy 44 félre vannak fúrva. 45-es fúrattal azért ugye nyilván rövidebb a lökethossz, pörgősebb. Annyi, hogy van benne katalizátor gyárilag a kibufogóban, tehát ez egy abszolút súlytöblet.
Hát ezeknél a gépeknél így tudták az Euró 5-ös vagy a 6-os előírást, hogy fordítsa, ott a katalizátor kicsit látszik. Szóval ennyi. Ez azért fogja kicsit a gépet. Nem ajánlott a túlzott olajos keverékű üzemanyag használata. Be kell szigorúan tartani az 1:50-eset, nem lesz semmi probléma, nem kell mindig 40-essel meg 45-essel járni. Sok embertől még a mai napig ezt hallom, tiszta hülyeség. Jó minőségű olajat használsz, 1:50, kész. Max 1:48, 1:47, tehát 5 liter benzinhez hozzáadunk 1 vagy 1,1 decit. Többet nem érdemes, nem kell, felesleges. Azon kívül még van itt egy ilyen gumitorok, rezgés csillapított karburátor, tehát ilyen kényelmi funkciók. Még ami a fűrésznek a egyedisége ezeknél, az a fajta gyújtó egységgel van ellátva, ami memorizálja a leállítást, nem tudom hogyan, és nagyon könnyű elindítani melegen, viszonylag egy átfordulással már gyújt is és indul, ha meleg a motor, tehát üzemmelegen. Tehát nem kell félgázra tenni, meg rángatni, mint vadállat, amúgy sem szabad, mert ezekben ugye izé van. Alatta van egy rásegítő rugó a kötéltárcsa alatt. Ott ki is áll, ott lehet látni, tehát könnyített indítás úgymond. Dekószelep nincs, nem is kell. Ezt ha meghúzzuk, nem rántjuk mind az expandert a Arnold Schwarzenegger, hanem csak meghúzzuk, az melegen rögtön pöfögni fog. Na, szerintem elmondtam úgy mindent. Ja, amúgy 325-es szettel mennek. Én, nekem is van egy ilyen gépem, ugye ott van fent. Ezen a polcon itt látható. Hát hadd nem mondjam, én mondjuk nagyon szeretem ezt a gépet. Nagyon sokat is használtam már kint az erdőn. Tényleg sokat használtam. Nem csak mondom, tényleg sokat ment, az most már a harmadik szezonja nálam. És egy nagyon széles körben felhasználható masina, tehát lehet vele vastagabb fákat is akár döntögetni, mert megvan hozzá a nyomaték meg a lóerő, tehát majdnem 4 lóerős gépről beszélünk. Egy közel 3 kW-os kicsike, ahhoz képest, hogy 52 cent is. Na, nem pofázok többet, meg kiszárad a szám. Meghonolom azt a hengert, kimosom és felfűzöm a dugattyút, aztán nekiállunk és rakjuk össze szokásos módon. Videó bejátszásokkal fogjuk lekövetni. Sky.
Az olajzással nincs probléma, az biztos. Nyilván a kompresszió, az még fog majd jönni a gépbe. Egyenlőre így muzsikál a friss hónolással a friss Golf dugattyú. Meglátjuk. Felszerelem, rá a vágószerkezetet, viszem ki, azt járatom a gépet. Utána meg csinálunk majd vágás tesztet is. Jövök vissza hamarosan. Már PS5105 Golf, új Golf dugattyúval hengerpolír hónolás után, illetve egy karbi szett, karburátor javító szett csere, meg egy kis tisztítás, takarítgatás. Hát láthattátok a légszűrőt, hogy milyen ramatya állapotban volt. Pedig a fűszes szűrő, nem tudom, hogy kerülhetett bele annyi kosz. Elképzelhető, hogy nem volt nagyon alaposan átnézegetve, takarítgatva, fene tudja. Pedig annak elvileg jó kéne zárni, ennek a rendszernek. És benne nézzük még egyszer. Epilógus. Úgyis kicsit ráérünk. Rá a fasz. Annyi a munka, hogy óborzalom. Kéne még két kéz nekem. Szóval most így néz ki a levegőszűrő. Erre ügyeljetek, hogy ezek mindig tiszták legyenek. Mert nagy az esélye, illetve nagy a valószínűsége annak, hogy a szívótorkon keresztül bejutott szennyeződés ette meg egy kicsit a dugattyút, tehát ez a fapor, meg a kátrány, meg a fasz, tudja, ami összeég, ugye, szénné tud égni. Érdekes egyébként, hogy így el tud kopni. Közben meg a láncfűrész az úgy nagyjából egybe van, tehát se nincs nagyon hajszolva, se nincs összetörve. Nem tudom, mit mondjak még egy utolszónak, végszónak, csak annyit, hogy ügyeljetek a légszűrő tisztaságára, és legyetek rosszak és szobatiszták. Szevasztok!